vissza a labdát, nincs lesz, Kamarás fordulhat, ott az ötös sarkánál, Kamarás lövi középre megy. Megint Kamarás indulhat, hagyja, hogy pattanjon Kamarás, Tóth már küldözi. Kamarás próbál valamit kezdeni, egy jó lyukrafutatás, Tóthnak kell jönnie! Betölhet a tízatosa belőle, egyből teszi középre. Ott lehet őség, és aztán fölé vámos. 23 méter, Pap vagy Lakatos szerintem. Kilövi, Lakatos durálja neki magát, Pap lövi el végül, és nagyot véd a kapus a kipattanóra. Nem ért oda Benke. Már Tótó Ivér dobhat. 0-0 a mérkőzés állása továbbra is. Kamarás teszi középre, és el kellene annál rúgni. Még a visszatett labda Tóth Bravúrásból. A kipattanót Király Olivér vágja a kapuba. Megint egy eladott labda, Tóth Levente teszi középre gól! Király Olivér megint a gólszerző, aki érkezik, 38. perc. Keresni, lesz a lövés egyelőre, inkább egy legkészítés Tóth Levente. Nem lehet ott középre adni már a labdát Márton mellett, de megcsinálja Tóth Levente a cselt, még lőtt Tóth! A másik Tóth. Ez nagyon távol van, én azért úgy gondolom, hogy a sorfal is vagy 22 méternél. Ha Pap Zsolt rálöv, így nem is volt annyira rossz! És így Lőrinc, Benke összjáték, Benke tehetné középre, ott a lehetőség, rá kell fordulni Kristófi felé! Fordulni. Tóth Leventének nem sikerült. Lesen van most már, lesen lehet. Sikerült elfejelni a kipattanó első Márton. És egy eladott labda. És ebből baj lehet. Kamarás vezeti a gólt. Teszi középre, egy visszafejelt labda, Szita, kapja vissza, Szita nem találja el jól, ez a szerencse. Visszaújvárosi adnak meg, pedig tanultam. Na de figyeljük, Szita Bencét inkább Tóthba lövi. Viter kiemeli át, Kristófi bújhatna ki, és próbálná valahogy.